köszöntöm a Mezőtúri Városi Televízió nézőit. Önök az Ártkultúra című magazin műsorunkat látják 2017. február 17-én pénteken, a pontos idő 20 óra. Tekintsék meg mai műsorunk tartalmát. Újabb kiállítás nyílt a Túri Fazekas Múzeumban. A Túri Fazekas Múzeumban a Puszta Világa címmel nyílt időszaki kiállítás február 9-én. A tárlatot Benedek Csaba néprajzkutató, a Szolnoki Damjanich Múzeum munkatársa nyitotta meg. A kiállítás április 23-áig látogatható. Szeretettel köszöntök mindenkit! A Puszta Világa című kiállítást ismertetném, annyi előjárót azért mindenképpen szeretnék elmondani, hogy a Puszta Világát sajnos nagyon sokan félreértelmezik ma, és erről sajnos mi is tehetünk, mert az idegen forgalom, talán önök is tudják, hogy hatalmas pénzeket áldoz arra, hogy egy olyan kultúrát jelenítsen meg a nevünkben, ami nagyon gyakran sajnos köszönő viszonyban sincs a valósággal. Az például talán már egy ilyen alapigazságként kezelhető, hogy a németek azt szokták mondani rólunk, hogy eszméletlenül ügyes nép lehet az, aki a semmit így tudja bemutatni. Hát ez mind azért van, mert az a fajta csárdaromantikás, műnépzenés, 82 lovon lovagló csikós, meg ismertetése történik meg általunk, magyarok által, ami valóságban nem tükrözi azt a puszta világát, amiről itt most készült ez a tárlat, és amit szeretnénk bemutatni. Tehát ez a pusztásodás folyamata, bármennyire is szeretnénk rákenni a törökökre, már sajnos sokkal korábban megindult Magyarországon, már Hunyadi Mátyás korában is tudunk elnéptelenedett falvakról. Mégis, amikor a történelmi Magyarországra rátekintünk, akkor jól látjuk, hogy a négy nagy tájából Felvidék, Dunántúl, Erdély, az megmaradt a honfoglaláskori apró falvas települési szerkezetben, míg az Alföldön, ahol most is járunk, ugye Mezőtúron, nagy hatalmú mezővárosok, úgynevezett oppidumok alakultak ki. Nem nehéz ezt megértenünk, ha tudjuk, hogy a török milyen pusztítást végzett itt a mi Alföldünkön, a magyar Alföldön, illetve ebben a szeretett megyénkben is. Összeverődtek az emberek, mert csak így tudták megvédeni az apró falvakhoz viszonyítva ezekben a nagy határú mezővárosokban egymást és magukat. Ez a kultúra éppen olyan szerves része a magyar népi kultúrának, mint bármelyik másik ága. Tulajdonképpen, ahogy ha már bejöttek és megtekintették, nagy kutató elődeink, Herman Otto, Györfi István vagy Szűcs Sándor is ezt a nagy állattartó kultúrát, illetve ezt az állattartást, a puszta világát, a pásztorok világát szerette a legjobban, és nagyon nagy energiákat fordítottak rá, mind a mai napig nagyon sokan foglalkoznak vele. Ugye ebben benne van egy nagy arányú romantika is a letűnt világ iránt, hiszen ha mellenézünk a népi kultúrába, akkor ugye mi néprajzosok főleg a 19. századot és a 20. század elejét szoktuk ilyen klasszikus néprajzi kornak értelmezni. Hát ebben a világban körülbelül 260-280 tárgyal élte le egy családi gazdasága mindennapjait, míg a pásztoroknak a világa sokkal kevesebb tárgyal rendelkezett. Tehát, hogyha ezt nyilvánvalóan a gazdasági előmenetel is feltétele, egy nagy gazda több tárgyal bírt, de átlagosan ennyivel rendelkeztek, ahogy említettem. Amikor a puszta világáról beszélünk, akkor ez egy egészen, ha bár a népi kultúrába illeszkedik, látni fogják a tárgyakról, hogy azért merőben különbözik is attól a tárgyi világtól, ami a paraszti világban minden nap használatos. Tehát vannak olyan elemei, most majd később beszélek róluk, amelyek már csak náluk maradtak meg, hiszen máshol ezek már a népi kultúrából kikoptak. Ez a tárlat úgy jött létre, hogy a Turkevei Finta Múzeum, Kapás Jánosék csináltak ezeket a szürke, vagy fakó tablókat a Kevi Juhász Fesztiválra, hogy megismertessék az emberekkel ezt a kultúrát, a pásztorok világát, ami ma már tulajdonképpen csak a romantikus képzeletünkben él, illetve az elődeink leírásából ismerünk igazán. A mi megyénkben egyébként Nagy Ivánnál ér ugye bele a Hortobágyba a
megyénk, és általában ott is vezették ki a nagy állatokat, a nagy csordákat, meg különböző méneseket is sorolhatnám. Ott vigyáztak rájuk, ugye kezdetben teljesen ridegen a középkorban, az azt jelentette, hogy télen-nyáron ott voltak az állatok. Erről nagyon szép leírás van Györfi Istvánnak is, és másoknak is. Majd pedig ezt fölváltotta a félrideg, ugye amikor már csak Szent Györgytől, április 24-től, szeptember 29-ig, Mihályig, Szent Mihályig verték ki, utána pedig istállóba szorították az állatokat, majd ezt a teljes kezes állattartás vette át, amikor ugye már nem vitték ki. Az öregebbek talán még emlékeznek is, hogy volt olyan is, amikor minden nap kivitték az állatokat, ez is már sajnos a legtöbb településünkön megszűnt. Szóval ezeket a szép tablókat, amikor elkezdett vándorolni ez a gyönyörű kiállítás, akkor úgy gondoltuk Szolnokon, hogy mellé kéne tenni azt a tárgyi anyagot, ami jellemző volt erre a világra. És így a második részben mi hozzá raktuk ezt a tárgyi világot, ám mi is, mivel egy későn alakult múzeum vagyunk, nagyon sok olyan tárgyal nem rendelkeztünk, ami alapvető szükséglete volt ennek a világnak. Ezt Husztai Zsolt igazgató úr kollégám jó voltából. Mit tudhatunk a mai kiállítás részleteiről? Ez a Puszta Világa című kiállítás három részből tevődik össze. Először a Finta Múzeum Túr Kevin 12 tablót csinált a Juhász Kevi Fesztiválra, Kevi Juhász Fesztiválra, és itt ugye ennek a pusztai életmódnak a néprajzi hátterét világították meg. Ez a kiállítás vándor kiállításként tovább indult, és mikor hozzánk elérkezett a Damjanich János Múzeumba Szolnokra, akkor mi emögé tárgyakat tettünk, hogy ne csak a tablók legyenek, hanem a tárgyi világot is bemutassuk. Majd amikor most ide hoztuk a kiállítást mezőtúrra, akkor Pusztai Zsolttal, az igazgató úrral hozzátettünk még az itteni múzeum gyűjteményéből különböző használati tárgyakat, amely szintén ezt a világot mutatja be, de kiegészíti a mi anyagunkat. Így lett teljes most mezőtúron ez az anyag. Mit láthat az ide látogató közönség? Milyen tárgyakat tekinthetnek meg? Itt elsősorban a puszta világához, tehát a pásztorkodáshoz, az állattartáshoz kötődő tárgyakat tekinthetik meg a látogatók, és ezek a mindennapi használati tárgyak és ünnepi tárgyak tulajdonképpen azt az életformát elevenítik fel, amelyek a legkevesebb tárgyal rendelkezett a paraszti kultúrában, de hiába lényegében sok tekintetben más egy paraszti falusi kultúrától is különbözik, mégis azért nagyon sok hasonló vonása van. Nyilvánvaló, hogy rengeteg, ahogy Herman Otto is itt a fölvázolt kutatók, Györfi István, Szűcs Sándor már kutatták, és mások is sokan. Ez a világ a legarchaikusabb világ tulajdonképpen a népi kultúrában, tehát a legrégibb hiedelem elemekkel és ábrázolásokkal rendelkezik. Ilyen tekintetben mindenképpen ritkaságnak tekinthetőek azok a használati eszközök, amik most láthatók itt. Például vannak pásztori ivópoharak, csanakok, van rováspálca, amivel elszámoltat, ugye, tehát amely tulajdonképpen egy szerződés kontraktus volt abban az időben, amelyben az állatokat rótták föl, tehát a számukat, és azzal számolt el később a pásztor a tulajdonos felé. Ilyen esetben itt általában ezek mezővárosi előjáróság volt, ritkábban nagy gazdák, de látható itt pásztorviselettől kezdve evőszékek, az állattartáshoz kötődő alapvető tárgyak, mint a kolompok, csengők, különböző billogvasak, tehát amivel besütötték az állatokat, a tulajdonjegyet, akkor béklyók, vagy itt van egy két szegecses kutyanyakörv is, amelyeket ugye annak idején rengeteg ilyen lápi farkas volt, a Toldiból talán még emlékszünk sokan rá, hogy verekedik a lápi farkassal Toldi. Hát azért voltak ezek fehérek kitenyésztve, ezek ugye azok a juhász kutyák, Commodore Kuasz, hogy éjszaka, hogyha rámegy a farkas, akkor a pásztor lássa, hogy melyiket kell agyonütni. Ezért van a szegecses nyakörv is, mert ugye ezek a farkas
forma állatok, mint a kutya is, meg a farkas is, a nyakát támadja meg a másik állatnak, és ez a szekecses nyakör, ahogy átszúrta a farkasnak a szájpadlását, akkor rajta maradt szerencsétlen, és így tudta megfogni a pásztor, vagy hát meggyilkolni, hogy így mondjam. Annak idején egyébként a jobbágyak ki is voltak itt vezérelve egész Alföldön ezeknek az írtására, mert olyan nagy kárt tettek a különböző állatállományokban. 2017. február 9-én a Puszta Világa címmel kiállítás megnyitóra került sor a Túri Fazekas Múzeumban. Mit tudhatunk a kiállítás részleteiről? Hát a kiállítás anyaga az három múzeum gyűjteményéből állt össze. Igazából magát a kiállítás ötletét azt Túrkevéről hoztuk el, ugyanis ott néhány évvel ezelőtt a minden év megrendezésre kerülő Juhász Fesztivál alkalmából egy tablókiállítást készített az ottani Finta Múzeum, és utána a Szolnoki Damjanics Múzeum ezt a tablókiállítást egészítette ki tárgyakkal saját gyűjteményéből, és hát ez a kiállítás, ha jól emlékszem, három vagy négy helyen a megyében bemutatkozott, és aztán utána, most amikor átkerült hozzánk Mezőtúra, mi a Mezőtúri Múzeumnak, a Túri Fazekas Múzeumnak az anyagával egészítettük ki, illetve a Kunstzsigmond gyűjteményből elsősorban a pásztorművészettel kapcsolatos anyagot raktuk még a már meglévő anyaghoz, úgyhogy a felépülése az nagyjából így történt. Magát a tálatot az Benedek Csaba szolnoki néprajzos kollégám állította össze. Ő volt, aki a szolnoki anyagból, illetve a mezőtúri anyagból is kiválogatta azt, amire úgy gondolta, hogy szüksége van. Mit láthat ide látogató közönség? Ugye ez egy, mondhatom, hogy igazából a pusztai világnak egy vázlata. Tehát értelemszerűen ezek a tárgyak igazi életet akkor kapnának, hogyha a mindennapi használatban tudnánk őket megmutatni, de úgy gondoltuk, hogy mivel ezeknek a tárgyaknak a nevét nagyon sokan ismerik, de igazából már a funkcióra nem nagyon tudnak példákat találni, ezért az is érdekes lesz, hogyha a tárgyakat kiállítjuk, illetve hogy a tablók azok igazából elmagyarázzák, illetve azért vannak ezek a tablók a falakon, hogy elmagyarázzák, hogy mi, egyrészt, hogy mi mire való volt, illetve a tablók másik lényege pedig az, hogy egyfajta leírást adjanak erről az időszakról, illetve erről a kultúrkörről, mert hogy nyugodtan mondhatjuk, hogy a magyar kultúrának egy külön szeglete, szegmense volt a pusztai élet. És azért is tartottuk fontosnak ezt a kiállítást, mert ugye a magyar kultúrában ennek egy elég komoly és jelképes szerepe van, mármint hogy a pusztai életnek, illetve a pásztorkodásnak, viszont rengeteg tévhit él ezzel kapcsolatban. De ez nem kismértékben köszönhető idézőjelben a turizmusnak, hiszen olyan fajta vagy felnagyított, vagy néha ilyen álhíreket mutattak be nagyon sokáig, tehát ezt mondhatjuk, hogy a 20. század elejétől kezdve ez jellemző volt a pusztai életről, hogy ezek aztán átmentek a köztudatba. Tehát ez a betyárromantika, akkor az, hogy itt szilaj, bátor emberek a pusztában élnek, és egész nap gulyáslevest tesznek, és tanítgatják az állataikat, stb. Tehát ezek az ilyen kicsit áromantikus történetek, ezek bizony onnan kerültek át aztán a köztudatba. Holott itt elsősorban arról van szó, hogy egy nagyon komoly munkát végeztek ezek az emberek kint a pusztán. Ugye óriási állatállományra vigyáztak, aminek hatalmas értéke volt, tehát a felelősségük az egészen nagy volt, és hát bizony személyesen feleltek ezekért az állatokért. Úgyhogy ez egy nagyon kemény munka volt. Hát az, hogy aztán ezek a történetek, illetve hogy az életmód aztán egy valós bemutatásra került, az igazából az itt a kiállításban is megjelenő három kutatónak köszönhető. Az egyik az Hermann Otto, aki talán a legkorábban és a legalaposabban fogott hozzá ennek az életmódnak a leírásához, illetve
illetve a tanulmányozásához. Ugye Herman sok mindennél szokták bírálni, hiszen ő még az a fajta gyűjtő volt, aki inkább egy bizonyos helyre odahívta a pásztorokat, és elmondatta velük azt, hogy mit tudnak erről az egész témáról így hirtelen átadni. Tehát ő még nem igazán, tehát annak ellenére, hogy terepre ment ki, de ő még az a fajta kutató volt, aki igazából nem ment bele a részletekbe, de aztán utána Györfi István különösen, aki ugye itt a területünkön különösen jelentős, hiszen a karcag környéki gyűjtései talán a legfontosabbak ebben a témában, illetve a nagypunsági gyűjtései a legfontosabbak ebben a témában, illetve Szűcs Sándor, aki pedig ugyancsak egy kicsivel későbben nagyon komoly munkát végzett el, és az a fajta reális kép, amit úgy mondom, egy múzeumnak be kell mutatni ezzel a témával kapcsolatban, az nekik köszönhető. Mit is láthatunk itt most? Néhány különlegesebb tárgyat szeretnék bemutatni, és ezek közül itt a nyitó teremben, ami a lótartással kapcsolatos, mert ugye a puszták egyik fontos haszonállata az a ló volt, illetve a ménesek voltak. Itt láthatunk egy úgynevezett füredi nyerget. Ez egy nagyon-nagyon érdekes konstrukció. Egyébként a nevét azt Tiszafüredről kapta. Egész egyszerűen azért, mert nagy valószínűséggel ott dolgozott az utolsó olyan nyeregkészítő mester, aki még ismerte ezt a technikát. Tehát igazából az elnevezés az innen jön, hogy ott tudták a néprajzosok utoljára gyűjteni ezt a nyereg típust. Ez egyébként nem más, mint a nagy valószínűséggel a honfoglaló magyaroknak a nyereg típusa. És ez, hát az érdekessége az, ugye ez egy faváz, amelyet bőrökkel fogtak össze, itt láthatók rajta azok a bőrcsíkok, bőrhasítékok, amikkel aztán összefogadták, és hát ugye ami hiányzik róla, ez értelemszerűen ez a bőrözés, tehát az most nem látható rajta, de látszik, hogy ami a bőr alól kilátszik, vagy gyakran kilátszik, ugye ez a két kápa, ezen látható, hogy milyen gyönyörű faragások vannak, egyébként ennél még díszesebbek is léteztek, és hát ez egy olyan fajta nyereg, ami olyan mértékben benvált, illetve olyan mértékben kedvelték, hogy a huszárság nagy része ezt vette át, különböző formákban kicsit megnagyítva, illetve esetleg már nem ilyen díszes formában a huszárok ezt vették át, illetve Nyugat-Európában is néhány országban egy időben rendszeresítették ezt a fajta típust. Ennek nagyon sok előnye van, akik lovagolnak, azok bizonyára tudják. Az egyik nagy előnye az volt egyébként, hogy ezek a bőrök által egyfajta rugalmasságot is kapott a nyereg az összefogás révén, illetve az, hogy ez a kettős kápa valamivel biztosabb megmaradást eredményezett a lovon. Úgyhogy ez egy nagyon fontos része a magyar tárgyi kultúrának, egyébként így néz ki a hátsó része, és hát mondom, a 20. század elejéig ezeket folyamatosan készítették. Egyébként a Tiszafüredi Múzeumban nagyon sok változata látható, illetve már született is róla egy ilyen könyv, amiben ezeket lehet tanulmányozni. Mit tudhatunk ezekről a tárgyakról? Ezek a tárgyak, amik itt a kezemben vannak, ugye ezek sarkantyúk, ez még mindig a lótartásnak az eszközei, különböző változatai, ugye ezek öntött formában készültek, és aztán utána pedig egészítették ki ez a különböző forgó részekkel. Aztán láthatunk még egy pár darabot a pásztorművészetből. Hát ezek közül talán a legszebbek azok, amelyek egyébként sótartók, illetve rüzsírtartók voltak. Ezt láthatják, ez például egy sótartó, ez pedig egy rüzsírtartó. Ez egyébként a Kun Zsigmond gyűjteménynek az egyik legszebb darabja. Látható, hogy ezek kis tároló eszközök, de nagyon gazdagon vannak megdíszítve. És hát amiből egy szép gyűjteményünk van, ugyancsak a Kun Zsigmond gyűjteményben, ezek a különböző ivócsanakok. Ugye ezek, ahogy a nevéből is következik, elsősorban az ivásra használatos eszközök voltak. Ezek általában a pásztoroknak az oldalára fel volt kötve, magyarán mindig kéznél voltak ezek a kis pohárkák. Ivócsanakoknak vagy pásztor ivópoharaknak szokás nevezni. Ezeknek is a nagy érdekessége az, hogy szinte mindig díszítettek, és hát mondom se kell, hogy ezeket is, mint ahogy például a sótartókat, rüzsírtartókat maguk a pásztorok készítették el. Mit tudhatunk erről a viseletről?
Hát ez egy nagyon egyszerű pásztorviselet, mondhatjuk úgy, hogy a hétköznapi viselet. Azt tudni kell, hogy ugye a pásztorokhoz itt a nagykunságban is, de a legtöbb helyen, ahol ennek komoly kultúrája volt, ennél jóval díszesebb ruhái is voltak a pásztorembernek. Mondjuk az is kétségtelen, hogy attól is függött, hogy éppen mivel foglalkozott, tehát hogy milyen állatot őrzött, hiszen általában a kondások azok kevésbé díszített ruhákban voltak a kint a pusztán, amíg a legnagyobb értékre, tehát a szarvasmarhára, illetve a ménesekre vigyázó pásztoroknak jóval színesebb és gazdagabb volt a viseletük. Hát ez egy nagyon egyszerű hétköznapi ruha. Ugye például a szűr vagy a guba, attól függően, hogy éppen mit viseltek, illetve hogy milyen időszak volt, ezek most nem láthatók itt a kiállításban, ezek voltak a legdíszesebbek, a legszebben elkészítettek. Hát ugye a bő újú ing, illetve a bőszáró gatya az, amit folyamatosan hordtak a pásztorok. Itt az oldalán egyébként látható még egy érdekesség, ez a táska vagy tarisznya. Ennek az az érdekessége, hogy úgynevezett kecske körmös, tehát láthatók itt a felső részén, hogy hát ezen bizony kis kecskéknek a körmei vannak, mert hogy a bőr, illetve ez a szőrös rész, ez kecskéből készült, és hát ezeket meghagyták, mint egy ilyen díszítő elemet. Hát ugye a kalap az egy folyamatos viselete, ennek is nagyon sokféle változata van. A Alföldön általában ezt a szélesebb karimájú, de nem túlzottan nagy kalapot hordták. Hát ebbe ugye árvalányhajat vagy darutollat tettek, attól függően, hogy éppen milyen vidéken vagyunk. És amit itt előtte látunk, ez a picike életkép, ez ugye ezt a pillanatot próbálta meg bemutatni, amikor éppen elkészült az ebéd vagy a vacsora, és hát a bográcsokban főttek az ételek, és hát nagyjából ezek voltak azok a úgymond bútorok, amiket magukkal tudtak vinni egy-egy átállás alkalmával, és hát ezen tálalták fel a bográcsot. Egyébként a bogrács mellett még szokás volt az úgynevezett öntött lábassal is főzni. Ez itt most nem látható a vidékünkön, tehát Mezőtúl környékén inkább a bográcsot használták, de Karcak környékén például egy birka pörköltöz mindig az öntött vas lábast használták. Milyen tárgyat tart a kezében? Hát ez egy nagyon érdekes dolog, hogyha megnézzük, akkor igazából egy ilyen kicsit formátlan fa darabnak látszódik. Ennek az a tisztes neve, hogy a rováspálca, és ez egy nagyon fontos kelléke volt igazából a pásztorvilágnak. Hogyha megnézzük, hogy hogyan működik, látható, hogy ez ketté vehető, és különböző rovások vannak a pálcára felvéve. Ez nem volt más, tulajdonképpen arról volt szó, hogy az egyik részét azt megkapta maga az állatnak a tulajdonosa, a másik részét pedig magával vitte az a pásztor, aki vigyázott az állatokra. És hát amíg az írásbeliség nem terjed el, illetve hogy nagyon sokáig még ez szokásban marad, ezt folyamatosan az állatok átadásánál megcsinálták, tehát úgy lehetett összehasonlítani, hogy ezek tulajdonképpen számokat jelentenek, illetve az állatok darabszámát jelöli, annak fényében is, hogy mondjuk hány kosról, hány gyerkéről van szó, tehát azt is tudták jelölni ezeken a rováspálcákon, és hát az egyik az a tulajdonosnál maradt, a másik pedig mint egy bizonylatként megmaradt a pásztornál, és amikor ősszel behajtották az állatokat, akkor összetudták hasonlítani, hogy ezek a számok stimmelnek-e, ugye mivel egyszerre lettek kifaragva, ezek tulajdonképpen kellett, hogy fedjék egymást, illetve hogy kellett, hogy passzoljanak egymáshoz, úgyhogy így oldották meg azt, hogy igazolni lehessen, hát úgyhogy erre a pálcára nagyon vigyázni kellett mind a tulajdonos, mint eddig a pásztornak. És hát ez nagyon, nagyon hosszú időn keresztül, még akkor is, amikor már különböző szerződéseket írásban is meg tudtak írni, ennek ellenére a 20. században is használták ezeket a pásztorok, úgyhogy ez egy nagyon érdekes és több évszázada élő hagyomány volt, és hát a mai napig is egy-egy alkalommal még elkészítik, mint egy ilyen hagyománytiszteletből. Ennek az anyagnak az egyik része az a Damjanich Múzeum tulajdonában van. Itt van Kapás János Zsolt, a Finta Múzeum igazgatója Túrkevéről. Ugye ők voltak azok, akik, amint említetted, a tablókat, úgyhogy nekik azt köszönöm meg, hogy ezt bemutathattuk, illetve hogy elhangzott az, hogy a mi múzeumunk is, illetve a Kunzsingmon gyűjteményből sikerült néhány tárgyat ebbe a kiállításba berakni. Ennek nagyon örülünk, és még engedjék meg, hogy két dologgal egy picit kiegészítsem Csabának a nagyon
nagyon okos és szerintem megfontolandó szavait. Az egyik dolog az, hogy ugye ezt egy picit, ha aktualizáljuk mezőtúrral kapcsolatban ezt a kiállítást, illetve azt a világot, ami erről szól, ugye mindig el szoktam mondani, hogy bár nálunk is, mint ahogy az Alföldön legtöbbször a 19. század második felétől ugye már a mezőgazdaságnak a földművelés része, ami eltartja általában a településeket, de ugye a mezőtúr az igazi vagyonát, és azt gondolom, hogy az egyik fénykorát azt akkor érte, amikor ez a nagy állattartó gazdálkodás még valóban rendkívül jelentős volt, és azt is elmondhatjuk, hogy a nagykunságban, de az Alföld tekintetében is az egyik legjelentősebb volt, arról nem beszélve, hogy ugye mivel egy nagy vásártartó város voltunk, hát ezt ma úgy mondanánk ilyen kicsi szlengben, hogy azért a rendesen folyt a pénz, nem csak abból, hogy ugye itt a gazdák, az ide érkező gazdák, illetve azok a gazdák, akiknek az állatok a tulajdonában voltak, pénzt kerestek ezzel, hanem a városnak nagyon komoly bevételei voltak abból, hogy itt rendezték meg ezeket a vásárokat, és ugye biztosan tudják, vagy hallottak róla, hogy aztán ugye így indultak el aztán a város, vagy az ország nyugati felébe, és aztán esetenként pedig Nyugat-Európába. Ez az egyik, amit mezőtúrral kapcsolatban még meg akartam jegyezni. A másik pedig, amire talán egy ilyen inkább a néprajz részét, vagy a gazdálkodás történetével kapcsolatos részét talán nem feltétlenül fedezi fel az ember, hogy én azért nagyon fontosnak tartom, hogy különböző ilyen tájkultúra elemek bekerüljenek egy-egy kiállításba, mert ugye a mi gyűjteményünk az egy kerámia gyűjtemény. Na most, amikor magába csak a kerámiát mutatjuk be, akkor sok mindent megteszünk azért, hogy az embereknek valami érdekeset mutassunk, de igazából például azok a kerámiák, amik itt a állandó kiállításainkban, vagy az időszaki kiállításainkban láthatók, és hogy láthatók szoktak lenni, azok akkor értelmezhetők, amikor bekerülnek egy ilyen tájkultúrába. Tehát akkor vesszük észre, hogy milyen klasszul, például pont az jutott eszembe, amikor mondtad ezt a komondoros, kuvaszos dolgot, hogy ugye mondta Csaba, hogy azért fehérek, hogy éjszaka lássák. Nagyon sokszor meg szokták kérdezni, hogy például a régi köcsögök, amik ugye vörös színűek, hogy miért vannak összekenve fehér festékkel. Hát ugyanezért, ugyanúgy nem volt fény egy konyhában, tehát ahhoz, hogy a gazdasszony ne verjen le egy sor köcsögöt, ahhoz az kellett, hogy a fazekas előtte jól beigszelje meg, bevonalazza, hiszen nem volt világítás, vagy minimális világítás volt. Tehát ezek az összefüggések, amikre ma már egyszerűen nem kell gondolnunk, hiszen felkapcsoljuk a villanyt, és mind a kuvaszt, mind a köcsögöt látni fogjuk. Ezek ma már nem merülnek fel, de ekkor lesznek értelmezhetővé, illetve az, hogy ez a tárgykultúra milyen mértékben összepasszol. Tehát, hogy az az egyszerűség. Tehát én itt az előbb a nyitásnál az egyik riportban elmondtam, hogy nekem például ezek a kovács eszközök tehát kovácsolt vas eszközök nagyon nagy kedvenceim, hiszen ha megnézzük, igazából csak a funkciót szolgálják ki, de hogyha jól megnézzük, akkor ezek olyan remek kézi munkák, egyébként a többiről is elmondhatjuk, csak nekem például ezek a szívem csücskei, hogy ezek mint műalkotások is megfelelnének, ha most egy ilyen modern művészeti környezetben értelmeznénk őket, mert hogy abban áll a szépségük, hogy tökéletesen beillettek abba a funkcióba, amit szántak neki. Úgyhogy ez a két hozzáfűzni valóban van. Annyit szeretnék ilyen technikai információt elmondani, hogy április 23-ig látogatható a kiállításunk, és hát nagyon remélem, hogy elsősorban az iskolákra nagyon számítunk, hiszen ezeknek a tárgyaknak már akkor is van egy érdekességük, ha csak a nevét elolvassák a gyerekek, hiszen nagyon sok szót ismerünk, de igazából nem tudjuk mihez kötni. Tehát hogy egy bék jó, ezt ma is használjuk, de nem tudjuk igazából hirtelen, hogy mire is gondoljunk, amikor ezt a szót kimondjuk, hogy nagyon remélem, hogy az iskolák el fognak jönni, és a következő kiállításunkra is nagy szeretettel várjuk Önöket május közepén. Úgyhogy én még egyszer köszönöm Csabának a munkáját, úgyhogy kérem, hogy nézzenek szét. Önök az Árt Kultúra című műsorunkat látták. Kulturális magazin műsorra legközelebb február 24-én várom Önöket. Viszontlátásra!